Figyelj, érdekel téged egy verseny, viszont aha, ez illegális nyilvánvalóan, úgyhogy rendőrök fülébe nem juthat, ez nagyon fontos. A lényeg az, hogy lesz egy igazi western stílusú revolver párbaj. 70 000 dollárt tud szerezni, tici bazd meg, 70-et. Azt még nem tudják, hogy én is indulok a versenyen. Adjak a többi fegyverbe vaktöltényt? Persze, hallott, ja, és el van intézve. Jó. Viszont! Jó napot kívánok, szerbusz, mi a pálya, mi a stájsz, hogy itt jag a fityeg? Jó vagyok, megmondom. Jól van. Ővettem ezt, ezért komiszinget. Látom, bazd meg, a pacek az határtalan a kurva életbe. Hát. Gondolom, baszol rendesen. Hát, mint egy ulag. Helyes, Kunyibom, mint egy gép. Figyelj, érdekel téged egy verseny, amiről a rendőrök semmiképpen nem tudhatnak információt? Ki. Esetleg? Információ. 70 000 dollár a nyeremény. 70 000 dollár a nyeremény. 70 000. Igen, viszont nem veszélytelen. Hát figyelj, gondolkozok rajta, jó? Jó, hát mit figyelj. Hozzá? De azt se tudod, miről van szó? Akkor hallgatom először az információt, az ingyenes. Egy revolver párbajról van szó, és egyetlen egy bajnok baszki lehet a városban, aki 70 000 dollárral lesz gazdagabb. Na, mit szólsz hozzá? Menj a belépő. Semennyi díjtalan, haver. És akkor miben ebben 70 000? Tessék? Akkor mi volt ebben a 70 000? Hát az, amit megnyerhetsz. Ja, hogy az? Persze, de csak ezzel pénzt szerezhetsz. Hát figyelj, adj egy telefonszámot, a baráti társaságodnak mondd el ezeket a dolgokat, de véletlen se jusson rendőrök fülébe, rendben van? Hát, figyelj, a 100-002-re egy nevet ír, és egy nevet ír, légy szíves, üzenetbe, rendben? És ott foglak értesíteni a helyszínnel kapcsolatba. Jó, írok csak közben, nekem én siet. Ja jó, hát nem akarnak én feltartani, persze. Szevasz! Óram, de jókor jött maga. Na már mi van? Én látom a szemébe, hogy ön egy igazi mesterlövész, így van? Benne van a pakliba, igen. Érdekli esetleg egy verseny, amin 70 000 dollárt lehet nyerni? Milyen versenyről van szó? Régi western stílusú revolver párbajról lenne szó, kérem szépen. A revolvert biztosítom, illetve a 70 000 dollárt is a nyertesnek. Viszont aha, ez illegális, nyilvánvalóan, úgyhogy rendőrök fülébe nem juthat, ez nagyon fontos. Értem. Ha amennyiben érdekel, akkor a 100-002-es telefonszámra egy egyszerű nevet írjál, légy szíves. És a barátaidnak, mindenkit, aki érdekel, híreszteljétek, fiúk. Minél több ember, annál izgalmasabb versenyt tudunk összehozni. Hát. Elég csak egy keresztnév? Elég, persze. Szuper. A te SMS-ed még nem érkezett meg, haverom. Hát majd írok, jó? Milyen számra is? 102, ugye? 102. Jó. 100, nem 102. Nem, 100-002. Így van. Na, látod, ezt most megjegyeztem. Jól van, figyeljetek. Akkor amennyiben nyitottak vagytok rá, hamarosan összeszedem én is a magamat, meg a srácokat, leszervezzük, aztán a pontos információkkal majd érkezek, jó? Akármikor. Jól van, szevasztok. Viszontlátásra. Hello. Azt még nem tudják, hogy én is indulok a versenyen. Tudsz szólni aha a barátaidnak, Krisztál, hogy lenne ez a revolver párba, és a 100-002-es telefonszámra írjanak neveket, akiket érdekelne esetleg ez a verseny 70 000 dollárért? Kint lesz a Sandy Shores-i repülőtéren. Remek. Én szeretnék, na de várj, mert akkor neked, hogy privátba írkáljak, vagy Twitterre írjam privát, ki? Hát... A zsaruknak nem kéne megtudniuk, de lehet, hogy kiírhatok Twitterre is, amúgyban érted. Akkor privátba... Várja, van egy ötletem amúgy, nem írok helyszín meg időt, de kitwittelem. Háló, tessék, Murph! Cici, barátom, Cici vagyok! Kisoda, Cici? Mondom, fehér bébi vagyok, Murph! Fehér bébi? Aha, Cici, tudod, a barátod, aki... A szuszőke hajú? Azaz. Murph, tart az a 20 000-el, hát aki... Nem keversz össze valakivel nálam? Tudod, ez a játszadozás, ez nem jön be? Nem, határozottan nem rémlik. Nem emlékszel le? Nem, baszki, miről... Mi? A fejem basznak egy kurva nagy basszővel, Murph, akkor emlékezni fogsz, te dagad, keci! Úristen, de indulatos vagy, Tici! Hát indulatos vagyok, mert most... Kérlek szépen, azt hittem barátok vagyunk. Igen, én is azt hittem, hogy barátok vagyunk, de most egy barát tartozik a másik barátnak.
akkor kifizeti Keleti a társaságát, de leszem szalsz! Figyelj, mit szólsz hozzá, hogyha egy jobb alkut ajánlok neked, de most őszintén frankon mondom. Nekem kurvára pénz kell, basz meg, pénz! Ebből 70 ezer dollárt tudsz szerezni, tici, basz meg, 70-et! Mit kell csinálni? A lényeg az, hogy lesz egy igazi western stílusú revolver párbaj, érted? Igen, mi a faszom a cíjájuk ott a kibaszott polosz western stílusba? Hát jó faszom a tildekel, én meg úgy cibajálok, hogy ilyesmi. Oké, de van 70 ezer dollárod? Erősen kétlen. Nincs. Ugye? Így tehetsz rá, szert igaz, lehet, hogy megdög lesz. Benne van a pakliba. Nem veszélytelen, de sok pénzt csak nagy rizikóval lehet szerezni, tici. Érdekel a sztori akkor? Ja, érdekel, de hogyha nem szikelül kifizeted a 20 ezeret. Akkor a 20 ezeret odaadom, de itt dögöljek meg, itt dögöljek meg. Tici, esküszöm az életedre, de tényleg, mindenre de esküszöm. De ne az enyém le! Pilos köcsi, ne az enyém le! Mit tudom én, Liro életére megesküszök, baszki. Alla, tehát kutyát nem élek el, Liro, hát dögöljön meg! 2024-ben, saját! Ebben látod, egyetértünk. Rekolját föl, én a barátod akarok lenni, de átkusz házi köcsögöm leszel, a dagadt házi köcsögöm, miről házi beszélsz, haver? Nem foglak átbaszni, baszki, mikor basztalak én át, tici, őszintén, mikor? Hát egy párszor már igen, elkívánkodtad, ja. 8 órakor találkozunk, vagy legkésőbb 8 órára gyere oda a Szendi repülőtére, és a barátaidnak is mondd el ezt, mert azt akarom, hogy minél több résztvevő legyen ebben, jó? Oké, barátom, akkor bundázás van, jó? Persze, vaktörtény lesz mindenkinél, kivéve nálad, tici, jó, intézzük. Jó, jó pénzek, oké. Szarrá fogják lőni, geci. Ja, szerbusz, tici. Figyeljél csak, te elegáns szó a fésült férfi, hogyha nő lennék, összepinanedvezném az arcodat. Elmondhatok neked egy dolgot? Igen. Mörf, Krisztán hozzábdörgött a mellét. Akkor... Na várjál, most biznisz van. Tudjuk, írtad az SMS nekem. Ja, írtad az SMS. Ja, jó, gyertek, oda biztosítok revolvert, meg lőszert, meg mindent. Hello, tessék! Szia, Mia, mi már itt vagyunk, te mikor jössz? Itt vagyok épp a kórházban, megpróbálok egy orvost intézni. Megyek, hazaugrok, és 5 percen belül ott vagyok. Jó! Sietek nagyon! Pusillak! Pusika! Na, apró léptek. Olcsó parfümszag, hát ez csak tici lehet, bazd meg. Mi van? Szevasz! Semmi! Hangosan gondolkoztam, mi a stájsz? Nem úton kéne már lenned Szendibe, bazd meg? Most megyek, csak jövök ellátásztam el, Boli szétkultam a börtönbe. Jó tetted! Kis buzi! Azta! Nem, úgyhogy kicsit nyugodjál. Kit tegyek helyre, lúzserek? Jó napot kívánok! Tiszteletem! De jól néztek ki! Baszom azt a jó fejeteket amúgy, de jól néztek ki! Szopjon be azt a jó fejeteket! Szopjon be azt a jó faszodat, de jók vagytok! Mi a helyzet? Jó minden! Folytam, köszönöm szépen. Ja, folytam. Figyeljetek, várunk még pár percet, meglátjuk még izé, jönnek-e esetleg, vagy nem. Elmondom utána a szabályokat, nagyon egyszerűek egyébként, végtelen egyszerűek. Biztos néztetek már ilyen régi valami vadnyugati filmet, nem? Nem éppen. A nagyon egyszerű, figyeljetek, én biztosítom mindenkinek a revolvert, és hozzá 3 darab lőszert, 3-at. Sorba állunk, és mindenkinek lesz egy párja. A párok mérkőznek meg egymással, és igenis, hát a lényeg az, hogy is mondjam. Esteban. Csúnyán fogalmazva, le kell lőni a másikat, és így megyünk körbe. Aki nyer, az tovább jut. És utána úgy lesz a csoportosítás igazából. És viszont az ellátásotokról biztosítunk titeket J-jel, adrenalinnal, mentőszakorvosokkal, tehát meghalni senki nem fog. Reméljük a legjobbakat. Én is segítek, én is hoztam. Krisztál is segít, és igazából ennyi a lényeg. Hátat fordítatok egymásnak, aki párba van, mondjuk, mit tudom, én vagyok J-jel. Hátat fordítunk egymásnak, elindulunk, és lövésre meg kell fordulnotok, és aki hamarabb lelövi a másikat, az tovább jut automatikusan. Szerintem érthető. Kristály egyszerű amúgy az ötlet. Kristály. De amúgy figyelj már, Murph. És akkor mi van, hogyha valaki, mit tudom én, párba jelölt felránt egy csíkot, azt ilyen kicsit ilyen agresszívabb lesz tőle. Ilyen hiperaktívabb. Uh-huh. Na, ő fog meghalni. Őt mindenki más is lelövi.
Hát igazság szerint az a baj, hogy ez egy olyan dolog, amit nem bírunk szűrni, baszki, mm-hmm. mert hát drogteszteket nem hoztunk, ez csak egy egyszerű illegális kis megmérettetés egymás között, érted? És azon lepődök meg, hogy azok a geci buta rendőrök nem jöttek ki amúgy, pedig még ki is twitteltem, hál' Istennek. De hát ja, az a baj, hogy ezt nem tudjuk szűrni, a legegyszerűbb az lenne amúgy szerintem, hogy... Hát azt nem mondom, hogy mindenkinek a lelki ismeretére van bízva, mert ezt ismerjük jól, amúgy ismerjük a becsületet jól. Sokatnak nincs. De hát őszintén tegye fel a kezét, aki felrántott itt egy utcát, kettőt. Ja, ne szopat, ne szopassatok ön senki, mert lemegyek hídba. Több utca van az orromban, Grove Street-en. De most jelenleg amúgy pont tiszta vagyok. Egy azért Joe-t szívtam el. Mindegy, a lényeg az, hogy egy olyan fegyvert kaptok a kezetekbe egyébként, amivel hogyha pontosan céloztok, akkor gyorsan eldől igazából a játék, ha értitek, mire gondolok. Jó, aha. Figyeljetek, arra kérlek titeket, hogy egy sorba álljatok be egymás mellé mindenki, légy szíves. Nagyon jó, nagyon jó. Valaki szeretne valakivel párba lenni? És buzi gyerek, ticit felhívom gyorsan. Fel sem meri venni a telefon, bazd meg. Hát elokádom magam. Az egy Tici, aki mindenkit megbasz a gettóba, meg ilyenek? No, hagyd meg, Tici. Dögül meg. Fel se veszi a telefon. Menjek! Két perc, ott vagyok, Kalimuzo vagyok. Biztos? Hogyne? Mert itt már nagyon puncinak néznek téged a többiek egyébként, Tici. Sziatek! Jó, rendben, várunk, hello! Alakult ki egy-két pár, ők már álljanak egymással szembe, hogy akkor tudjuk, hogy ők egymással lesznek? Igen. Vagy csak kettesével álljanak, és egyesével lesznek a párocskák leharcolni. Hát, hogyha itt most a jelenlévők között van olyan, akinek esetleg személyes dolgai vannak egymással, akkor eljött az idő, hogy nyugodtan válasszanak párt. Mert Jaynek már van egy párja. Engem is ki lehet hívni. És ott hátul is van még két emberke. Ki, te? Ja. De a szakállas? Igen. Jó. Jó, rendben, akkor akkor te már választottál engem, kérlek lépj ki a sorból. Gyeretes. Meg itt is már ketten vannak akkor. Jay, egy igazi kihívó. Akkor most itt még se lett pár. Nem akarja túlélni az estét. Ellenfél? Várjál. De nem merész ellőni a férjemet. Mester, lövész vagyok, tisztel. Én érted, harcolok, érted? Érted, harcolok. Ha Murph valamilyen csoda folytán megnyeri ezt, akkor... kiégek. Hallott egy kis buzi gyerek, ne telefonálgassál, már mit csinálsz? Tici, bazd meg, hát felbaszol agyilag. Ezért te fogod megkezdeni a játékot. Nem áll. Dehogy nem. Na gyere, megvan a párod, haver. Oké, de az itt meg valamit megdom, tisztunk, érted? Persze, hallott, te soha el van intézve. Jó. Hölgyeim és uraim, menjünk kicsit közelebb, kérem, a kifutó pályához, vagy mi a faszom, az leszálló pálya, és ott akkor a párok maradjanak közvetlen egymás mellett, hogy egyszerűbb legyen. Nagyon jó. Remek. Akkor kérem, Tici és a párja lépjen elsősorban előre, és akkor elmondom a szabályokat. Hoppácska. Mind a ketten kapni fogtok egy-egy darab heavy revolver típusú lőfegyvert. Aha. És mind a ketten kapni fogtok emellé 3 darab lőszert. 3 esélyetek aha. van a másikat megsebesíteni konkrétan. Aha. Igen, és... Egymásnak hátat fordítotok. A továbbiakban elindultok. Mindenki elindul szembe, ugye? Nyilvánvalóan. Egyik a másik irányba, másik a másik irányba. Okay. És a lövésemre kell figyelni. Amikor lövök, akkor megfordultok, és tüzet nyithattok egymásra. Világos? Nem mozgolódunk jobbra-balra, hanem egy helybe, ahol megfordultunk, nem? Hát, figyeljetek, igazából... Mert ha futkorászunk, akkor az a 3 gólos kurva kevés lesz. Futkorászás nincsen, futkorászás, az biztos. Ezt most találtad ki? Ezt most, persze, rögtönzünk. De neked na, nincs mitől akkor... félned. Persze. Nyugi, nem kell félned. Jó, felkészültetek? Megfaszköcsök. Igen. Jó, ez így nem jó. Mellé lőnek, akkor ott valakit eltalálok. Hát így izgalmas. Álljanak oda oldalra egyébként, Krisztán, megmondod nekik? Mondjad. Jól lősz el ebbe, amit adtál?
Persze! Ez ne fossá, jó minden! Jó! Három, kettő, egy! Indulhattok! De ne fussál, te hülye gyerek! Mit csinál? Na, várjatok! Várjatok! Ez kurvára fájt! Ja, bacz meg! Várjatok! Biztosan lesz, hogy ilyen messze vagy a kisztor? Nem! Ezt itt újra kéne kalkulálni szerintem egy kicsikén. Ti vagytok a tesztalanyok, ne fossatok! Igen? Akkor szerintem a három helyett 10 lőszerre lesz szükség, úgy gondolom. Ló. Istenem, geci. Na? 3, 2, 1, indulhattok! Az igen, öcsém! Mit ment? A Tici mit ment? Nem vagy semmi. Nem vagy semmi. Jó volt a vak történy, fasza volt. Jó volt. Adnáltan ez lett. Ja, hát még nem gyerted meg, kis barátom. Mi van veled? Nézd meg még mennyi jelentkező van. Te tovább jutottál, spanom. Na, én még az utolsó, nem az utolsó, én még külzök. Jól vagy, baszki, jól vagy, haver? Nagyon nagyot luk, viccegecicin, mocsukó, viszeltőd, bacz meg! Tényleg nagyon, nem baj, nagyon büszkén küzdöttél, büszke vagyok. Gyere, kapaszkodj, kikísérlek oda a szélére. Rendben, akkor kérem szépen, hogy Jay és a párja álljon elénk. Tisztelet? Tiszteletem, tiszteletem. A szabályok egyértelműek, remélem. Aha. És nézzük. Előttetek a pálya. Legyetek ti a revolver bajnokai. 3, 2, 1, indulhattok. Jay! Mit szólda? Nem tudom, vágod, letlepi ennek, amíg van ellenfél. Csíj, basz meg! Hallasz? Ja, hallak, minden fasza. Kicsit a fülemet előtted, de mi van, érted? Azt látom! Úramisten! Hello, ja, jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni, mikor lengyelzni. Most történik a Szedni repülőtéren. Szóval akkor most? Igen! Ja, viszlát! Viszlát! Keci, hopsz! Oké, okay, Mike és a párja akkor kérem jöjjön. Egy, kettő, három. Nem futunk? Vissza. Keci. Nem is Mike lenne. Csak szépen chillesed lassú tempóba. Egy, kettő, három, indulhattok. Ha gondolod, adod amúgy az adrenalint, és akkor én beszurkálom nekik mindig. Íj, bassz meg! Mindig ez az oldal fekszik! Amúgy tényleg ezzel az oldallal van valami baj. Kérem a következő párt esetleg, akik itt vannak pont elől. Jöjjetek, drága barátaim, jöjjetek! Szép a hátad. Kösz! Rendben, és háromra indulhattok is. Szépen, lassú tempóba. Egy, kettő, három. Hát ez azt a kurva eget! Hát ezt lebaszta keményen! Hú, azt a kurva eget! Hát jól tudjuk is ellenézni. Ja, kérem a következő párt. Gyertek, gyertek. Azt a mindenit neki. Na
most nagyon véged van, gurú. Most látom, itt egy igazi küzdelem lesz. Egy, kettő, három, tétek a színpad. Lőj, messze vannak. Kicsit csöndbe legyél, légy szíves. Na kinek lett itt vége, haver, figyelj, de büszkén küzdöttél. Mivel a legrövidebb meccset ő megtarthatta a lőszert. Köszi szépen. Igen, mindenképpen külön, mindenképpen külön díj. Külön díj. Jó, láthatjátok, egyre véresebb a párba. Gyere, komám, gyertek akkor, gyertek. Egy, kettő, három, hajrá, urak! Most gyorsabban lőttem. Uh-huh. Azt a mindenit neki! Azért kettő golyó kellett. Gyönyörű! Gyönyörű, baszki! A jointot majd a később a döntőnél megkapjátok mindenképpen, ott kicsit újra regenerálódhattok. És utána kicsit összeszedhetitek magatokat minden ilyes. Most a fegyvert meg a lőszert, azt kérlek, add ide. Készen álltok, urak? Persze. Gyertek, gyertek. Itt nincsen vesztes, nincs. Jó, hát igazából nyertes van. De van. De itt igen. De vesztes itt, aki, is van. Aki kiáll eleve már ide, az szerintem már nagy szó egyébként önmagába. Három. Kettő. Egy. Jaj, ez majd utána kell lőni, kicsit elfelejtettem. Még csak menjetek. A kurva életbe. Összezavarodtam. Úha. Ha? Baszki, ez nagyon adok-kapok. Azt a mindenit, ez kibaszott szoros volt. Jó, nyomi és a párja jöjjön, utána megmérkőzünk, mi szakállas fickó. Három, kettő, egy, hajrá. Ez nem most volt. Nyomi! Nyomi, én büszke vagyok rád, de feled, egy igazi harcos vagy, Nyomi. A hamburgerek mestere, a hamburgerek nagymestere, bassza meg, ügyes majdnem voltál. Majdnem szétszedted, haver, nem sokon múlt. gyere. Jó, itt az idő. Itt az idő, baszki. Én fogok lőni? Igen, most elősz, van nálad fegyver? Van. Jó, szupi. Jó, indulhattok. Jaj, bazd meg! Megvárom, még előveszi. Hamarabb vettem elő, geci! Ekkor egy balfasz faszopót üntélem, úgy te jó Isten! Baszki, ez túl gyors volt. Bazd meg, azt hittem azért tovább fog tartani a kurva jaj, életben. Jaj, bazdik, én is azt hittem, jó. De azért valljuk be, te voltál legjobb célpont. Hamarabb vettem elő a fegyvert, és ott tudod mondom, megvárlak, mint egy úri ember. Ja. De nincs megység. Egyszerűen, geci jó voltál, haver. Ja, izé, te is, meg minden. Igazi, nem is, de... mit én is, bazd meg? Lőni nem volt időm. Ja. De azért úriember volt, hogy megváltam meg minden. Hogy lebasztok, bazd meg? Ja, igazából, drágám, tudod, szervezőként nem akartam megnyerni az eseményt, érted? Mert annyi lealacsonyító lehetett volna már a többieknek, nem? Nyilván. Mind a kilencet visszaadom. Ilyen egy igazi jó szervező. Köszi. Köszi. Halló, Jay? Már hagytam magam, tesó, van még egy kis lőszer, ja, előszáz igen, darab? Igen, láttam, aha, hagytad. Urak, az utolsó, hagytam magam egy kicsikét, értitek, hogy azért rendezőként nehogy már megnyerjem az eseményt. Jó, kedves volt. Kicsit fel fogjuk gyorsítani itt az eseményeket majd egyébként. Majd a részletekkel hamarosan jövök nektek, még az utolsó résztvevőket akkor gyorsan még itt letolják. A kurva életbe, de égő. Na gyertek, urak! Jó, oké. Egy, kettő, három, mehettek és a lövésemre figyeljetek. De szomba mennyit kell lőni? Hát bassz meg, mi a fasz, mennyit kell lőni ebbe az emberbe? Nem túlva. Mi van?
Hát bazdmeg, ezt kimaxoltátok rendesen. Mi a faszomba, Terminátoros panod? Vagy mi a kurva élet? Igen, igen, Bli, hát a kurva. Igen, orosz, orosz, aztán hát nehéz vele végezni. Hát azt látom, ti oroszok szívós népség vagytok, baszki. Igen, igen. Hát mivel a kizárásos alapon már csak ti maradtatok, ja, úgyhogy kérlek, gyertek utánunk. Élőjek? Nem, lövök én, csak... Ja, jó, jó, okay. Akkor... Akkor... Yeah. Mehetek. Hú, ezt késve vette elő a jobb oldali, és baszki! Hát, komám! Hát, ja, testvérem, bátyám! Ez a vér! Ez a vér, a rutin! Azt a kurva eget! Mennyi nyertes van? Mindenkinek le a kalappal egyébként, még Cici neked is! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 nyertes van! A nyomi az nem? A szivaros se. Ennyit sem 70-es lett. Már valakit el kell, hogy felezzünk. Na, álljatok ide meg, akik nyertek! Jó, felezzetek el engem belőle, úgyis kijön kettő. Kettő, most. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ja, 12. Vagy, mi van? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, igen, 12. 12, nagyon jó. Az jó, az nagyon jó. Rendben. Az kijön akkor. Bozd meg, a zsaruk megjöttek, geci. Halló, halló, tengermi tiszteletem, srácok, egy kis szponzorált tartalom következik a Keydropnak a jó voltából. Amennyiben az Easy kódot használjátok befizetésnél 10%-kal több balansz kaptok, és pluszba kaptok ajándékba még mellé fél dollárt is. Az oldalon számtalan különböző stílusú és különböző értékű ládát találhattok, aminek egyébként a tartalmát tudjátok is ellenőrizni, és még azt is meg tudjátok nézni, hogy mire hány százalék esélyetek van. Az oldalon ezen felül rengetegszer vannak különböző stílusú eventek, mint például az itt található Iconic Fights nevezetű event is, ami rengeteg lehetőséget biztosít számotok, mint például az Event Pass, aminek van egy ingyenes változata is, és ha minél magasabb szintre juttok, annál értékesebb skinekre tehettek szert, de több egyéb játékmódja is van az eventnek, ahogy itt is láthatjátok, mint például az Iconic Cars nevezetű játékmód, ahol szintúgy esemény pontokért cserébe, amit itt jobb felül láthattok egyébként, tudtok különböző ládákat nyitni, ahol különböző skineket kaphattok, de hogyha ez nem lenne elég, akkor van egy pair-to-pair nevezetű játék is, aminek a lényege az, hogy két egyforma kártyát nyissatok, és hogyha ez sikerül, és ha szerencsés vagy, akkor itt is szintúgy skinekre tehettek szert, de hogyha biztosra szeretnél menni, akkor az eventen belül található egy changer opció, ahol az összes eseménypontotokat fel tudjátok használni, és az eseménypontotokhoz mérten kaptok skineket. Végezetül pedig egy event leaderboard van, itt láthatjátok, hogy kinek mennyi event pont gyűjt már össze, és ezekért cserébe elég értékes tárgyakat kaptak. Srácok, nagyon szeretnélek titeket megkérni, hogy mindig ismerjétek a határaitokat, és mindig csak annyi pénzzel játszatok, amennyit ti nem sajnáltok elbukni. A videóhoz jó szórakozást kívánok, és legyen gyönyörű napotok! A kurva életbe, Leo! Aha, én vagyok az, sziasztok! Leo, van bassza meg a kurva élet, én azt mondom amúgy. Ti vagytok akkor az egyes számú csapat, igaz? Mi minket még nem választottak. Ja, téteket még nem választottak, jó, értem, értem. Jó, semmi gond, semmi gond. Na már most a következő lenne a kérdésem. Hogy fegyver gondolom senkinél sincs, ugye? Nincs. Nyen. Nálad van egy revolver, ugye, Jay? Nincsen nála sem. Jó, van nálam. Mi az, hogy mit magyarázol? Van nálam. Mi az, hogy nincs nálam sem? Fiúk! A Los Santos Revolver bajnokaival szólok most. Csapat a csapat ellen lesz. Ugyebár. Ja, ez igen. Csapat a csapathoz szólok most. Csapat a csapat ellen lesz. Itt most már kicsit kötetlenebb szabályok lesztek. Lehet esetleg kicsit gurulni, kicsit ez az amaz, viszont
A lőszerekért csak is ti feleltek, úgyhogy mindig biztos célpontra lőjetek, én ezt tudom tanácsolni nektek. És a nyertesek fognak megküzdeni a döntőben egymással. Kérdés, hogy mennyi túlélő lesz itt? Hallod, mérfő, kérdezhetek valamit külön? Persze, testvérem, gyere, nyomjad. Gyere. Figyú már, kötök egy fogadást. Majd átfutok a duelezők között középen, mikor elindítod, és mennyit fizetsz, ha túlélem? Hát figyelj, a 70 000-et kiperkálom, sok pénzem nem marad, de egy 5 000-et tudok adni. Tényleg? És akkor hányszor fussok oda-vissza? Hát egy oda-vissza mondjuk egy a végéig, aha. Jó, akkor futok oda-vissza, oké? És akkor 5 000-et fizetsz. Jó, akkor figyelj, fuss el valahova, készülj fel. Jó. Hát itt előtted. Jó. Látjátok a másik kupacot? Nagyjából így álljátok be, majd kicsit sorba, jó? Aki Leót külön lelövi, az plusz rewardot kap. Az tényleg Aki Leopoldot furkározás közben eltalálja, vagy lelövi, az plusz pénzt. Melyiket? 5 000 dollár, azt a szőke gyereket ott hátul. Mert? Urak! A bajnokok. Itt már mindenki bajnok, de egy bajnok maradhat. Nem kezdjük el, mert mindenki megint hasban ér. 3. A lövésre nagyon figyeljetek. Akkor vehetitek elő a fegyvert, rendben? És addig sétál, nem gurulunk, nem futunk. Mindenki sétál, így is van. 3, 2, 1, indulás! Most várunk még egy kicsikét. Úristen. Messziről? Persze. De várj, mindenhol, mind a két helyen van spawn. Leopold! Bazzeg! Jay! Getsz a baloldali csapatból, senki nem halt még meg! Senki! Hát ez gyorsan kifekült az az oldalt. Annak az oldalnak bal szerencséje van. Úristen, és még Leó is túlélte. Faszom. Mi az, hogy faszom? De bármint, hogy faszom! Így értettem a ver. Erős Mőrbácsi, kösi Mőrbácsi. Jó, van, hát akkor fiúk, Jay, basz talán meg. Nem lesz el zombi. Na, hát akkor mehet. Ha magam hagy, gyerjedek, úgyis tele vagyok pénzzel. Egyrészt, de hogy vagy te tele, haver, másrészt meg. Kell nekem jól értékelnem. Baszki. Na, urak, férfiak, a revolver bajnokai, és egyébként csak mondanám, hogy egy külön serleget fogok állítani. Ami nagyon egyedi lesz a városban, és csak egy darab lesz belőle. Viszont 6 túlélőnk maradt, 6 bajnokunk, mind a 6 ember megküzd egymás ellen. Mit szóltok hozzá? Nem. Nincs nagyon választásunk, úgy érzem. Figyeljetek, itt vagyunk, összegyűltünk. Szerintem egy izgalmas játékon vagyunk túl, tegyük még izgalmasabbá, mit szóltok hozzá. Ja, davaj. Legyen 3-3 ellen. Én azt mondom. Jó, ez a sapkás jöjjön, de hozzánk. Jaj. Jó. Legyen így, elfelezzük a csapatot, basszus. És mindig tovább felezzük. Jó. Remes. Álljatok egymás háta mögé, akkor kérlek szépen titek. 1, 2, 3. Ú, de kíváncsi leszek, mi lesz ebből. Jaj. Keci. Hát ott kettő dög. Egyet lőjön már le, csak egyet lőjön le, léci, ne! Mind a 3 túléltek, geci! Hát baszki, bízlam benne, hogy legalább egyet lelőnek. Kurva életbe, Krisztál. Ügyesen vittük, nem is sebesült meg senki a mi csapatunkból, osztuk el azt a pénzt, itt 3 között. Én nem szeretném azt, hogy ő megküzdött, értje, meg ő is, és hát akkor így igazából legyen kicsit igazságot. Saját csapatom ellen küzdöttem. A pénzelosztás az nyilvánvalóan akkor 70 000 dollárról van szó. Tehát a két testvér pár kap 30 000 és 20 000. És te kapsz még 20 000 dollárt. Nem, mi kapunk 20 000-et, és akkor ő meg vihet ilyen 30-at. Ilyen?
Nagy lelkűek vagytok? Igen, mivel egy testvérek vagyunk, igen. Wow! Jó, figyeljetek. Legyen még egy kis apró csavar. Milyen csavar? Azért a plusz 10.000 dollárért azért küzdjetek meg. Jó. Szóval a 20.000 az fix, és hogy ki kap plusz 10-et, igaz? Jó. Ez nagyon jó. A 20 ez már fix. Keresó, davaj. És akkor, uram, te bevállalod azt, hogy a két testvérpár ellen egyedül szársz harcba? Vagy esetleg szeretnél egy testvéredet magad mellé? Szeretnék egy testvéremet akkor. Szerintem így korrekt. Akkor nem kap pénzt, nem? Ő nem kap pénzt. Ő segít. Jó, akkor ennyi. Jó. Igen, drága barátom. Az 5000 dollárt felteszem egy játszmára. De ha veszesz, akkor 6000 kérek. Jó, igen. Benne vagyok. Egymás ellen. Benne vagyok. Te meg én. Hát régi időkben nem voltunk egymás rendben, most mint a régi új időkben. Figyelj! Egy párbe Shaolin leszállása, Kongi támpájra kihívlak most. Tudod, mit én meg erre azt mondom, hogy legyen így? Legyen így! Végzünk most a fináléval, a két testvérpár, a két testvérpár ellen most megküzd, és utána akkor megküzdünk mi is, Leopold. És utána akkor mi is megküzdünk most. Tartod adom, rendben. Oké, és most addig melegítsél. Háromra indulhattok, fiúk, és lövésre elővehetitek a fegyvert. 1, 2, 3, hajrá. Mert lövöldözés van. Hoppá! 1v1! 1v1 chat! 1v1! Azt a kurva! Geci! Azt a kurva! Nice! Az igen, bazd meg! Nagyon kemények voltak mind a ketten. Igen. Azt a kurva eget. Úristen, bazd meg! Amúgy... Baszki! Testvéred az megdöglött sajnos? Hát igen, orosz fér, igen, ennyi. Rajta már nem tudunk segíteni. Baszki, akkor odaadom neki pénzét. Vicceltem, hát megmentjük, ja. Érted, baszki. Jaj, elmentem mondja pénzével. Márko. Ez kemény volt, szoros volt, izgalmas volt, egy olyan azért... küzdelem volt, mint ami a véghajrára ki van találva. De kicsit szomorú is volt, mert hát mondta, hogy megkeresni engem a parkolóba, mondta, hogy hát fogsz írni egy SMS-t, meg ilyen fél 9-kor jött, hívtalak föl, hogy hát mi van, és akkor amúgy látod, igazából igen. Utolsóként álltam be, érted. Jó, figyú, 50 000-et küldök nektek, meg is kaptátok, hogyha minden igaz. Kurva szépen küzdöttetek, fiúk. Átdobom neked a Köszönjük. Egy számlaszámot mondjál, légy szíves. Meg is jött. Parancsoljatok. Mert lenne egy gyors kérdésem. Ha most elövöm a Leopoldot, bazeg, mindig megkapom azt az 5000-et? Most már nem, most én végzek vele. Biztos, és lejtöm rá, jó? Tényleg, most még van egy finálé nektek. Igen, hát egy ilyen kis show cucc. Na Leopold! De most már dolgunk van, mert szevasztok! Krisztának szólnátok, hogy elindíts a légy szíves itt a izé, a boss fightot. De adj egy pisztoly, mert tudod a nélkül nem... Persze! Tudod, mert bási csak, hogy azért valami esélyem legyen. Csak megrézem, nem-e? Hogy is mondják ez? Jammelt a pisztoly. Oké, és most... Nem csalok, Leopold, baszke. Tudod, hogy a betyárbecsület az bennem van. Nem állsz be háttad, te. De lövésre veheted elő csak a fegyver, csak hát majd Krisztál jön, azt indítja meg a valamikor. Miért? Hát fog már meg a kezem én utoljára. Na! Lövésre vesszük elő a fegyvert, Leo, nehogy csaljál! Én nem futkurások, Murph. Nincse. Tudjátok a szabályokat? Igen. Oké, indulhattok. Most elövöm a Leopoldot, bazeg, mindig megkapom azt az 5000-et? Most már nem, most én végzek vele a bügyeket. Biztos, és lejtöm. Persze.